Sziasztok, szeretettel köszöntek titeket a Trader Market csatornáján. Ezzel a Quick Charts zárnám a hetet, és az előző Quick charts bejelentett eventel kapcsolatosan még hoztam egy nagyon-nagyon fontos felhívást. Ugye tudjuk, hogy körülbelül mik lesznek a programok, milyen sztár vendégek lesznek, hiszen ezt elmondtam az előző videóban, vagy a Discordon már értesülhetetek róla, vagy ha felmentek a tradomarket.com weboldalára, akkor pontosan ez a flyer fog feldobódni, mint angol, mint magyar nyelvben, amit ide bevágok a képre. Viszont azt szeretném nektek itt elmondani, hogy mind az élő eseményre, hogyha személyesen eljöttök, mind a livestreamre, hiszen végig lesz az egész livestream elve, korlátozott helyek vannak, így regisztrálnotok kell. Ez természetesen a weboldalon megtehetitek, és és hát ez nem csak azért jó például a személyesnél, mert nagyon érdekes előadásokat talál hallgathattok meg, ami egyébként szerintem a kereskedéseteket mindenképpen uh, javíthatja a jövőben vagy fejleszheti, és még nem csak a ingyen kajamiat is de persze ezek azért elég nagy pluszok hanem azért, mert személyesen is illetve livestreamen keresztül is hatalmas akciók lesznek nem csak a Trade Romarkit részéről, hanem még a Pepper Store részéről is, természetesen aki személyesen velünk lesz, élőben ott lesz velünk azoknak egy kicsit több, de azért a livestreameseknek se kell félni ez ügyben, hiszen nekik is rengeteg, rengeteg, és kifejezetten nagy akció ütheti a markát. Tehát, hogy érdekel titeket, akkor regisztráljatok be, és mint mondtam, a livestreamre is be kell, hiszen ott is korlátozott hely. Na és akkor csapjunk is bele a dologban, egy hírt szeretnék ahhoz nektek, illetve mondjuk azt, hogy másfelett egyet a tradermarket.com weboldaláról, ami úgy szó, hogy a szeg ismét elhalasztott a spot uh, Ethereum, ETF döntését, és ameddig ide vágom ezt a, kép, a, a, képernyőre ezt a hírt, el szeretném mondani, hogy ugye megtörtént a kamat döntés tegnap előtt, erről meg a nem a tradermarket.com weboldalán, weboldalán írtunk, legalábbis ennek a pontos kielemzéséről, hanem Tamás Discordon írt, tehát hogyha ez titeket érdekel, egy ilyen elég uh, Elég körüljár, hogy ez mit jelent, hogy jelent, mit, mit látunk, stb. akkor mindenképpen csekkoljátok a Discord csatornánkat. Ott megtaláljátok, majd a kommentbe szerintem leírom, hogy pontosan melyik csatornában. Na de kezdjünk is bele, a dollárnál azért látszik a kamat döntéses hangulat. Ugye, mint mondtam, tegnap előtt volt, és ezt a piros gyertyát tudjuk asszociálni ahhoz a naphoz, a piac nem feltétlen reagálta le, ugye annyit kell tudni nagy vonalakban, hogy maradt a ráta és nem vágtak kamatot egyértelműen, és ezt a piac úgy, ahogy negatívan reagálta le, de ugye annyira azért ez nem negatív hír, tehát nem dől tromba az egész dolog, ezáltal kaptunk utána egy ilyen szép zöld gyertyát, és itt nem is úgy reagálnánk le, nem is úgy értelmezzük ezt a vörös gyertyát, hogy kifejezetten negatív a dolog, hanem inkább, hogy jött valamennyi negativitás, és akkor már ugye visszatesztelt ezt a felső trendvonalat, amit már korábban megtört, illetve ugye korábban jeleztem nektek. Tehát Igazából a DX White azt továbbra is felfelé várnánk, továbbra is felfelé swinget várnánk, de nem egyszerű egyáltalán a helyzete. A DXI az most pont olyan, ami napról napra azért tud változni, vagy hétről hétre, makroadatok, stb. minden, de mint mondtam, a már kezdenek pozitív setupot felvázolni, 103,867-es szintet konfirmáltan törni kéne, illene megtörni, és utána ugye szép lassan reménykedhetünk egy Golden Cross-ba, de mint mondtam, a Pro szerveren nagyon széles körüljön foglalkozunk a DXI-jal, és részletesebben elmondja Tamás, hogy mire kell hogyan figyelni, milyen hatással van, hogy mint mondtam, ebbe a quick Chart-ba csak egy ilyen rövid összefoglalt teszek, és a kamatról se mondok azért annyit, mert ez mégiscsak quick chart, és hogyha ezt minden mond rám, ami oda le van írva, vagy megpróbálnám összefoglalni, nem lenne annyira quick charts, főleg így hajnali fél ötkor. Na és akkor nézzük meg a Total Market Cap-et, hoppá, egy kicsit jobban rá vagyok zoomolva, mint gondoltam, de nézzük meg a Total Market Cap-et, mert a Total Market Cap az valamelyest érdekesen néz ki, valamelyest meg egy teljesen normális alakzatot um, formál. Azért néz ki érdekesen, mert egy kérdőjel az természetesen um, van a feje feled, de ezt mindjárt elmondom. Meg volt a korrekció, és a korrekció első célára természetesen olyan az 50-es exponences mozgalátlag és akkörnyéke a környékére lehetett belőni, viszont előtte egy ilyen helyi ellenállás úgymond megfogta, de ugye tudjuk egyértelműen, hogy az, az 50 es expánciás mozgó átlag volt itt az igazán normális célár. Ugye ött a komad döntés, hirtelen nagyon begyengült a dollár, ez természetesen hirtelen ugyanúgy párhuzamosan segítette a szektort, és ezzel a kriptoszektor a mérlegemákat vissza tesztelni, miután ezeket letörte. A mérlegemáknak a letörése teljesen normális egy ilyen korrekcióban, illetve az, hogy egy kicsit megromlott, lát, láthatjuk, hogy kis idős ugye megváltozott a hangulat, de a megdi azért erről mesélt, hiszen egész markánsan, egész ö, nagy ütemben nőtt a lefele tartó momentum. És ö, ilyenkor az a kérdés, ugye meg ez az 50-es exponences mozgóátlag körül helyzet, a DXY kicsit megsegítette még felfele, így az ö, mérlege emákkal tud most csatázni, így most pár kérdés van előttünk. Az egyik az a kérdés, hogy a mélegemákat vissza tudja törni, vagy elutasítást kap, mint például a tegnapi napos gyertya. Hiszen, hogyha kap egy -e komolyabb elutasítást, és nem látszik az, hogy törni akarja, akkor több, mint valószínű, hogy tényleg valóban meglátogatjuk az 50-es exponenciás mozgóátlagot, nem csak a környékét, vagy akár ezt a 2,141 billió dolláros szintet, ugye, ami az óna teteje, de úgy az a már neccesebb, mert Inkább úgy mondom, hogy az leszúrással láthatjuk, mint hogy tippeltük, egyelőre nem veszélyes ez a korrekció, nem látunk szellofot, és nem látjuk azt, hogy mindenki hirtelen eldob mindent. Ugye itt vannak hullámok, amikor szépen lassan ö, megpróbálták, hogy mondtam, visszavásárolni, nem sikerült, akkor jött ugye egy nagyobb szell, akkor kicsit fel tehát azért vannak ilyen hullámok, de azért a kriptó szektoron már komoly szellofokat, és gondolom ti is tapasztaltatok már, ez jelenleg nem az, és nem is látjuk annak a jelölt, viszont arra figyelni kell, hogy egy az, hogy ennek a visszatesznek az alsó trendvonalát vonalát le tudja törni. Ha le tudja, akkor azt jelenti, hogy a méllegemák valóban elutasították a Total Market cap és több mint valószínűleg meglátogatja az 50-es exponences mozgóátlagot, amivel egyébként semmi baj nincsen. Ha pedig itt le tudja közdeni az 50-es exponences mozgóátlagokat, akkor ugye láthatjuk e, esetleg a folytatását. Én egyébként nem azért, mert negatív vagyok, nem azért, mert azt szeretném, hogy itt minden bedőjön, és stb. Én egyébként azt tökéletesnek tartanám, sőt, talán kicsit jobbnak tartanám, hogyha most az 50-es exponences mozgátlagtól kapnánk egy lassú elutasítást, és leérnénk az 50-es exponences mozgátlagra, ott így hétvége fele, vagy hét elejéig elidőzne, és visszatudna egy kicsit nagyobb levegővétel tudna venni a szektor, azt viszont figyelembe kell venni, hogy ahogy írtátok kommentben, minden ugyanúgy mozog. Igen, egymás mellé tehetnék négy csártot, és azt mondanánk, hogy itt összekeverem a neveket, vagy összekeverem a csártokat, ez életben nem fogom kibogozni, hogy most melyik is melyik, mert tulajdonképpen ugyanúgy néznek ki, és igen, ebben a környezetben, főleg amikor a Bitcoin az majdnem, hogy az 54%-át teszi ki a kriptó total market capnek, maga ugye a kriptó szektornak, azért tudnak ugyanúgy kinézni csártok. Ha érdekel, hogy ez pontosan miért van, mik ezek az okok, stb., akkor az előző videóban egy kommentet ezzel kapcsolatosan megválaszoltam, és ezzel azt szeretném mondani nektek tulajdonképpen, hogy mint mondtam, április 15-e körül van a Bitcoin Halving, és hát addig ugye azért kifejezetten pozitívak lesznek a kereskedők, így a Total Market Cap-re ilyen szemmel kell nézni, hogy túlhúzott állapotokba is nem feltétlen azt csinálja, amit így igényelne, mármint egy normális korrekciót, ezért nem is tudom kijelenteni, hogy én annak adok esetleg több esélyt, hogy vissza az 50-es 80-es mozgátlagra, vagy hogy egy újabb swinget kezd egy higher high -al. tehát azt ugye nagyon nehéz megmondani, de mint mondtam, én örülnék, hogyha itt el tudna időzni akár egy hetet, egy fél hetet, nem azért, mert negatív vagyok, hanem azért, mert pont, hogy pozitív, és ebből tudnánk szépen felfelé építkezni, mert ha megnézzük, szépen korrekciózik, de még nem ért vissza igazán a uh, nulláig való konvergás tökéletes, eresi, azért már tudott korrekciózni, ugye ez az a, az, a, az a, alsó vörös szinten itt uh, el tud időzni bőven, és uh, tulajdonképpen ezt várjuk a Total Market cap ha befejezi a korrekcióját, amit ugye még nem lehet kijelenteni, mert nincsen meg az 50-es expences mozgó átlag uh, újra, a felső trendvonal ugye nincsen, igazán konfirmáltam meg törve, stb. nem jelenthető hogy vége a korrekciónak, ha azonban vége lenne a korrekciónak, és lekorrekciózott volna a piac normálisan, és kész lenne, akkor természetesen várjuk, várjuk a következő price action-t, a következő úgymond swing ami egy magasabb, magasabb, tehát egy higher high, egy magasabb szinttel végződne, egyértelműen várjuk a bull trend folytatását, jelenleg ezt az 50-es exponenciás mozgátlagot kell figyelni, felső trendvonalakat, alsó trendvonalakat, momentum mozgás, stb. Ahogy a volumen kinéz, az tulajdonképpen amit gondoltunk, hogy egy ilyen kis higher high lesz, ez teljesen normális, sőt egészséges mozgás, ez az első jelzése annak, hogy például egyelőre nem láthatunk okot arra, hogy most itt megijedjünk, mert hogy jön egy nagy selloff, hiszen ezen a héten többnyire korrekciózott a Total Market Cap, és kisebb volumeneket tudott hozni ahhoz képest, mint amikor ugye folyamatosan emelkedett. A Bitcoin dominanciát már csak érdekességből megmutatom, hiszen a QuickCharts egyik szereplője, nem igazán van előrelépés, ugye ez a kicsi ilyen, hát egy el, elég komoly konszolidáció, kicsit fel, kicsit le. Tehát tulajdonképpen továbbra is a bitcoin kifejezetten erős. Én nem gondolom, hogy halvingig, vagy bármi hasonló az altok kifejezetten nagy szeretetet kapnának és át tudnánk lépni egy altcoin seasonbe. Volt már pár nap, amikor amúgy kifejezetten erősök voltak az altok, de ugye láthatjuk, hogy ez inkább ilyen 3-4 alt, illetve a nagyobb tőkés, tőkével rendelkező altok, míg rengeteg alt be se tudott lépni a bulltrendbe, alszik éppen, vagy egyszerűen nem is mozog mondjuk az a kettő majdnem, hogy ugyanaz. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem hasznos volt számotokra. A kamat döntéssel kapcsolatos írást ne, írás ne felejtsétek el megnézni a Discordunkon, a trainermarket.com weboldán ne felejtsétek el nézni a híreket, illetve ne felejtsétek el regisztrálni. Nagyon nem szeretném, hogy lemaradnátok, hogyha érdekeltiteket, és természetesen a Discord csatornánkra látogassatok el, nem csak a kamat döntés miatt, hanem minden más miatt, hiszen az eventtel kapcsolatosan is jönnek még hírek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, tetszett, dobjátok egy lájkot, ha nem tetszett egy te diszlájkot, írjátok meg miért tetszett, hogy miért nem tetszett, dobjátok egy feliratkozást, ha már ott vagytok, az elég közel van a lájkhoz, illetve nyomjátok meg a csengőt, nehogy meglepjen valami a piacon, vagy lássátok a videónkat időben. Köszönöm, hogy megnéztétek még egyszer, szép hétvégét kívánok, még írásos elemzésbe találkozunk, pacsik!